Tisztelt képviselőtársaim, sokat gondolkodtam majd, hogy hozzászóljak ehhez a vitához, aztán mivel tárgykör szerint érintett, és tevékenységi kör szerint érintett képviselő vagyok, így veszem a bátorságot és a fáradtságot ahhoz, hogy néhány gondolatot megfogalmazzak. Nagyon fontos, hogy akár az erdészeti eljárásokban, vagy erdőfelügyeleti eljárásokban az eljárási határidőket csökkentik, de ez csak papírra vetett betűket, vagy pusztába kiáltott szavakat jelent, hiszen nagyon kevés az ügyintéző a felügyelőségeken, és teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy hosszabb vagy rövidebb eljárási határidők szerepelnek a norma szövegben, ha nincs annyi megfelelő felkészültségű munkatárs a munkaerőhiány miatt, hogy az ügyeket feldolgozza, akkor a határidő csúszások mindentől függetlenül továbbra is rendkívül jelentősek maradnak. Hadd mondjam el azt önöknek, nem tudom, hogy erről van-e tudomásuk, hogy általában jellemzően az erdészeti támogatások, erdészeti jogcímek kifizetésével összefüggésben azt látjuk, ez lehet telepítési támogatás, akár az első kivitel esetében a telepítés évében, vagy aztán a nevelési költségtérítés jövedelempótló támogatás, vagy az első 12 évben új erdő esetén az első 12 évben területalapú támogatás is, jelentősek a határidő csúszások. De a leegyszerűsítve aszálykának nevezett, pontosabban fogalmazva erdészeti potenciált megőrző vagy növelő támogatások, amely gyakorlatilag a vízpajor jellegű támogatásokat, aszálykár, tűzkár, belvízkár, hogy a legjellemzőbbeket mondjam az erdő esetében, kártérítés szerepét töltik be. Ezek esetében tudok olyan termelőkről, akik már legalább egy, akinek az ügyének az elbírálása, pontosabban a támogatás összeg folyósítása, legalább egy éves esetenként már két éves csúszásban van. Hát így nagyon nehéz, tisztelt képviselőtársaim, gazdálkodni, főleg az erdőgazdálkodás válik így nehézre, hiszen azért jellemzően itt egy jóval nagyobb üzemméretű területekkel gazdálkodni ahhoz, hogy akár egy négy tagú család ebből meg tudjon élni. Ez az erdő életciklusából, az erdő sajátosságaiból adódik. Nem beszélve arról, hogy pontosan a jelentős támogatás összeg rendszerben való megjelenése óta jelentősen megemelkedtek a szaporítóanyagok árai, megemelkedtek a csemeték árai, nagyon kevés a hadrafogható munkaerő, mennyiség és minőségi munkaerőhiány egyaránt óriási, általában a mezőgazdaságban, de különösen az erdőgazdálkodási ágazatban, gyakorlatilag faültetésre alkalmas, meg erdőápolásra alkalmas embert kapni a lehetetlennel vetekszik, de ugyanez igaz akkor is, amikor mondjuk egy törzskiválasztógyérítést, egy növedékfokozógyérítést, vagy egy tarvágást kell elvégezni az erdőben. Gyakorlatilag a kevés, nagyon kevés kitermeléssel foglalkozó vállalkozás vagy magánszemély köbméterenként annyit kér már szinte a fa kitermeléséért, amennyit nem szégyel. Ezek már a keleti határszéren is a 10 000 forint per köbméter költség alá nem nyomhatóak. 5 vagy 6 évvel ezelőtt ez mondjuk még a 3-5-6 ezer forintos köbméter árat jelentette. 2017-ben még mondjuk tölgyerdőt tarvágás esetén 3-4 ezer forint per köbméter áron vigan, vidáman levágtak, ma ez elképzelhetetlen 10 ezer forint alatt. Ennyit pedig nem emelkedett sem a tűzifa, sem az ipari fa ára. És itt a másik nagy probléma, hogy persze dicséretes, hogy jelentős telepítési és egyéb jogcímeken támogatást öntenek a rendszerbe, de ugyanúgy, mint ahogy az építőiparban a különböző családtámogatási támogatások vagy az otthonfelújítási támogatások az építőipar számára nyújtott közvetett támogatássá váltak, ugyanígy sajnos a csemetegyártók és szaporító vagy csemete termelők és szaporító anyaggyártók közvetett támogatásával vált, ugyanis szépen hozzáemelték sok esetben minden alapot nélkülöző módon az árakat ahhoz, hogy jóval nagyobb összeget tudták a támogatások megjelenése miatt eladni a termékeiket. Ami persze abból a szempontból nem lenne aggályos, hogy a kisebb magyar vállalkozások tisztességesebben vagy könnyebben élnek meg, de gyakorlatilag az erdőgazdálkodóknál, nem beszélve az inflációs hatásokról, vagy egyéb hatásokról, sokkal kevesebb pénzmaradvány jelenik meg. És nagyon sokan elfelejtik, hogy amikor erdő telepítés adják a fejüket, amikor más művelési ágú területből lesz erdőművelési ágú terület, legyen az jellemzően mondjuk legelő, vagy alacsonyabb aranykoronértékű szántó, akkor lehet irigyelni a termelőt, hogy
milyen pénzösszeghez jut, de ez egy meglehetősen buta, rosszindulatú és szűklátókörű gondolkodás, hiszen az a támogatás összeg egy kemény lombos állománynál, amit ki tudnak számolni, ami akár 6-7 millió forint is lehet, ritka elegyfajták alkalmazása esetén, az 12 évre értendő, 12 nem egyenlő részre elosztva, az első 5 évben érkezik a támogatás zöme, 6. és 12. év között csak kisebb része, és ami a legfontosabb, tisztelt képviselőtársaim, hogy az első fahasználatokig a erdőtalaj vagy a termőtalaj értékét körülbelül a nullára veri le, vagy ha nem is nullára, de egy szántó vagy legelő piac értékhez képest a töredékére esik vissza, hiszen egy fiatal, még az első fahasználat előtt lévő erdőt gyakorlatilag nagyon nehezen eladható, míg mondjuk egy akár kisebb legelő vagy szántó területet, vagy akár egy nagyobbat is, helyi szinten pillanatokon belül elkapkodnak, úgy viszik, mint a cukrot, olyan földénység van, hogyha szántóföldi, vagy akár gyümölcsművelésre, de főleg szántóföldi művelésre alkalmas terület piacra kell, azonnal verseny indul meg érte, és gyakorlatilag kéz között vagy pult alatt elmi. Nem kell hirdetni, nem kell különösebben sokáig árulni. Egy fiatal telepítésű erdő esetében ez nem így van. Még lehet, hogy akácos vagy nemesár esetében talán mégiscsak, de egy fiatal tölgyes esetében ez egészen biztosan kizárt, hogy akár mondjuk 5 éves korában megveszik, vagy ha megveszik, akkor értelmezhető összeget adnak érte. Tehát így értendő ez az támogatás, hogy gyakorlatilag magának a földnek az értéke nagyon jelentősen visszaesik. Éppen ezért lenne fontos, hogy minden időbeli késedelem nélkül célba érjenek ezek a támogatások. A másik pedig, amit az erdőgazdálkodás kapcsán már régóta csípi a szememet, és szerény lehetőségeim adta keretek között dzsihádot, szent háborút hirdettem ez ellen, a felújítási biztosíték kérdése, tisztelt képviselőtársaim. Néhány valóban fatolvajlásra berendezkedett hajléktalanokat is bevető alkalmazó vállalkozás miatt olyan felújítási biztosítékokat rögzítettek évekkel ezelőtt, amelyek gyakorlatilag megtorló jellegűek, méghozzá extrém módon megtorló jellegűek. Tehát 500, tehát tarvágás megkezdése előtt, mielőtt még egyetlen köbméter fát letermelnének, jellemzően 500 000 forint per hektár felújítási biztosítékot a névük erre a célra rendszeresített külön számlájára letétbe helyezni, és ott hosszú évekig kamat nélkül elhelyezni, azt a kis termelők, a kisebb magánerdőgazdálkodók biztos, hogy nem tudják megtenni. Éppen ezért adott esetben áron alul eladják a nagyobb gazdáknak az erdőket. Nem beszélve arról, hogy nem csak az 500 000 forintot kell hektáronként a tarvágás megkezdése előtt kifizetni, hanem meg kell előlegezni a termelésnek, ahogy előbb mondtam, minimum 10 000 forint per köbméter költségét, a fát még a vágás területről be kell szállítani, és talán valamikor majd a vevő, ha egyáltalán most van rá vevő, de most, ahogy Dózs Dávid képviselőtársam nagyon helyesen kifejtette, nem nagyon lehet eladni a tűzifát, majd akkor valamikor 30-60 nap múlva, vagy jobb esetben azonnal kisebb határidőben kifizetik a termelőknek. Ilyen mennyiségű pénzt nem tud megelőlegezni a legtöbb magánerdőgazdálkodó. Ha most 5 hektár, nem erdő esetében ez nem egy nagy terület, 5 hektár tarvágásáról van szó, akkor fizessen be 2,5 millió forintot, mert ha a tarvágás megkezdése előtt nem fizeti be, akkor utána megbírságolják. A másik, ezt tehát vagy eltörölni kellene, vagy csak egészen kivételesen indokolt esetben kellene kiszabni, mert mondhatják erre azt, hogy jó, de ez csak azokra igaz, akiknek még nem volt sikeres felújítása, de meg kellene fordítani a gondolkodást, tisztelt államtitkár úr, csak abban az esetben kellene kiszabni, ha az illető már elkövetett valamilyen szabálytalanságot, vagy erdővédelmi bírsággal sújtották, mert ez egy teljesen indokolatlan szankció, és a legkisebbeknek a túlélését gyakorlatilag ellehetetleníti. Mint ahogy azt is meg kell jegyezni, hogy akár az erdőgazdálkodás, akár a szántóföldi gazdálkodás, vagy éppen a gyümölcstermelés összefüggésében én személy szerint azt látom, hogy különösen az elmúlt 3-4 évben eljutottunk odáig, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy egyre több erdőgazdálkodó, vagy egyre több parasztember érzi úgy vidéken, hogy ebben az országban lassan már semmit nem érdemes csinálni. Mert nincs haszon. Nincs megfelelő haszon. A tartalékaikat élik fel, az input anyagárak egyre jobban emelkednek, az üzemanyagköltségek emelkednek, a munkadíjak extrém mértékben emelkednek, a termékeket pedig egyre nehezebb eladni, jelesül most idén mondjuk a tűzifát, de mondhatom azt is, amit gyakran itt az önök fejére olvasok, hogy
mondjuk lehet, hogy a külgazdasági és külügyminisztériumnak egyik fő feladat az kellene legyen, hogy például a magyar zöldségnek és gyümölcsnek külföldön is piacot találjon, hogy amit nem Magyarországon dobunk piacra, vagy nem itt termel, vagy nem itt dolgozunk fel, sajnos ugye a feldolgozó kapacitások szűkössége miatt ennek csak kis részét dolgozzák fel Magyarországon, hogy piacokat szerezzen a termékeinknek annak érdekében, hogy ne 5, 8 vagy 10 évvel ezelőtti felvásárlási árakat adjanak a termelőknek, a parasztgazdáknak, a családi gazdálkodóknak egy olyan környezetben, amikor minden kiadási tétel, a kiadási tételek minden eleme jelentősen megemelkedett, különösen az elmúlt két esztendőben, a felvásárlási árak pedig sok évvel ezelőtti szinteken vannak. Ha a töredékét odaadnák, akár munkavállalói létszám, lebontva, akár bármilyen más rendezőjel szerint. A magyar gazdáknak ezekben a nehéz években, mint amennyit az akkumulátorgyáraknak adnak támogatásként, higgyék el, hogy nagyon sokat segítenének, a túléléshez bőven elég lenne. És itt nem arról van szó, hogy a magyar parasztemberek sírnak, rínnak, meg örökké követelőznek, az általában egyébként az építőipar lobby szokása szokott lenni. Itt alapvető túlélési vagy megélhetési problémákról van szó. Semmit nem tesznek a nagymultik, mondjuk műtrágyák és vegyszerek esetén nagymultik hatóanyag tartalom csökkentő termék előállításával kapcsolatban, tehát zavartanul átverhetik, bepaliszthatják, madárnak nézhetik a magyar gazdákat, az egyébként méregdrága, ez is nálunk a legdrágább, a méregdrága vegyszerek és műtrágyák kapcsán. Nagyon furcsa, hogy messze nálunk drágultak ezek az inputanyagok is a legnagyobb mértékben, úgyhogy természetesen az egyszerű jogszabály előírások, a bürokrácia csökkentés, a határidő csökkentés feltéve van hozzá, ugye ügyintézői létszám, az mind-mind nagyon fontos, de az erdőgazdálkodástól kezdve a gyümölcs termelésig bezárólag érdemes lenne ezeket a könnyítéseket is elvégezni, amelyhez persze nem feltétlenül csak egy deregulációs javaslat kell, hanem sok más ágazati jogszabályt kellene módosítani. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!